elszánta magát, újra vágyik a szerelemre Zsidró Tamás. A sztárfodrász kerüli a felszínes hölgyek társaságát. Zsidró Tamás véletlenszerűen ismerkedik, ám határozott elképzelései vannak arról, hogy mit keres a nőkben. Ha nyári forróság, akkor irány a Balaton. Tamásnak is, ha van szabad ideje, akkor szeret a magyar tengernél időzni. Ilyenkor barátaival élvezi a jó időt és a vizet. A hölgyekkel is szokott ismerkedni, határozott elképzelései vannak, mit keres partnerében. Nem olyan ember vagyok, aki magányosan szeret élni, mert mindig van társaságom, de nincs komoly kapcsolatom, amit országvilág elé tárnék. Mesélte a Bors érdeklődésére a sztárfodrász, majd hozzátette, hogy sohasem volt olyan, amikor kiszemelt egy hölgyet és szinte levadászta. Mindig véletlenül különböző helyeken találta meg a partnereit vagy a társaságát. Már nagyon kevés helyre jár bulizni, és egy eléggé zárt társaságban mozog, így nem is erőlteti a párkeresést. Véletlenszerűen ismerem meg a partnereimet. Volt, akivel egy hajós társaságban jártunk, és ott ismertem meg, de volt, aki a Facebookon írt rám, és nagyon összhangba kerültünk. Nem számít az ismertsége. A sztárfodrász nem érez sem előnyt, sem hátrányt az ismertsége miatt. Mára pontosan tudja, miket keres párjában, mik azok a tulajdonságok, amik érdeklik egy nőben. Olyan társaságot keresek, akikkel minőségi időt tudok eltölteni. Már nem a felszínes hölgyeket keresem, hanem azt, akivel jól érzem magam, és meg tudom osztani vele a gondolataimat, hangsúlyozta az 58 éves Zsidró Tamás, aki nem sietett semmit. A családalapítás már érthetően nem foglalkoztatja. Már fiai is felnőttek, és nem vágyik családra, olyan partnert keres, akivel mindig rendben van, és élvezheti egymás társaságát. Nem vágyik különleges bánásmódra, hiszen aglegényként is képes ellátni önmagát. A családalapítás már nem érdekel, így olyan hölgyet keresek, akivel csak magunkra tudunk fókuszálni. Olyan társ illik hozzám, akinek már vannak gyermekei, nem is szeretne már. Fűzte hozzá. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le legfrissebb hírekről.